Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás gyertya mágiával. Ehhez passzol a piros színű gyertya, hiszen szimbolizálja a szerelmet. A videó végén átküldöm a gyertya mágiának az energiáját, és figyelj oda arra, hogy melyik szó jut ebben a pillanatban eszedbe, hiszen ennek van egy jelentősége. Ha gondolod, leírhatod a kommentárba. Itt látható ez a kő a földközi tengerből van, ezeket én így gyűjtögetem, számomra van ennek is egy jelentősége. Ha megnézzük a formáját, az olyan, mintha itt méz lenne, tehát mézet készíteni, és a méz az édes, lehet, hogy édességről van szó, vagy valaki olyan mézes, mázassan közeledik hozzád. Ha megnézem ezt a követ, ez lehet tulajdonképpen egy tojás is. Most közeledik a húsvét, egy húsvéti ajándék, lehet, hogy erre az időszakra utal, hogy akkor következik be az, amit a kártyák mutatnak. Itt bal oldalon vannak a te képeid, veled szemben az övé. Itt látható, hogy lesz egy kellemes meglepetés. Ez lehet egy látogatás, vagy egy meghívás is, amire nem számítottál. Itt a szerelem áll a középpontban, és látható a párkapcsolatot illetően a hűség. Lesz valami örömteli, egy kellemes meglepetés, látogatás, a kutya jelentheti a barátokat, ismerőseket is, de megjelenik a szerelem, tehát ez is egy nagyon fontos téma, és az is lehet, hogy a szerelem beköszönt hozzád. De azért légy óvatos, mert a háttérben megjelenik az ellenség. Itt egy férfi látható, de tulajdonképpen lehet egy nő is, hiszen a kártyáknak mindig van szimbolikus jelentése is. Valaki olyan rossz indulatú a környezetedben, vagy figyelget téged. Ez az ellenség, ez lehet tulajdonképpen egy negatív gondolat is, mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi. Vagy lehet egy negatív érzelem is, ez pedig a félelem. És most megnézzük az ő képeit. Ez a férfi gondol rád, megjelensz a gondolataiban. Itt vagy, mint egy szerelmes nő. Sőt, ebből a kapcsolatból még lehet egy házasság is, és itt középen megjelenik az állandóság, hiszen ő is egy tartós párkapcsolatot szeretne kiépíteni. Itt lesz hamarosan egy üzenet. Itt van ez a katonatiszt. Ez lehet egy hivatalos dolog, vagy utalhat a munkahelyedre, például a főnöködre. És itt ez az állandóság nem csak a stabil párkapcsolatot szimbolizálja, hanem a munkát is. És akkor ez az üzenet lehet tulajdonképpen egy munkahelyi szerződés is, vagy egy hivatalos dolog, és itt kapsz egy dokumentumot, vagy egy szerződést. De visszatérve a szerelemre, hiszen ez a fő téma, mi köt össze benneteket, itt látható Fortuna, aki kiosztja a szerencsét. Egy szerencsés fordulat, szerencse a szerelmet, a párkapcsolatot illetően. És most átküldöm a gyertya mágiának az energiáját, figyelj oda arra, hogy milyen kép jelenik meg előtted, vagy milyen fogalom, melyik szó, ezt leírhatod a kommentárba. És most helyezd magad kényelembe, csukd be a szemed, gondolj arra, hogy mi fontos, mit, hogyan szeretnél elérni, mik a tervek, és erősítsd a hitedet. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!